Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit az ománi szultanátus fővárosából, Maszkátból. Hamarosan mesélek majd nektek több részletet a fővárosról. Most viszont nézzük meg a Sultan Qaboos nagymecsetet, Sultan Qaboos Grand Mosque, így találjátok meg a térképen. Ez az ország legnagyobb mecsetje. Sultan Qaboos a leghíresebb szultán volt Omán történetében, ugyanis 40 éven keresztül uralkodott, 1992-ben elrendelte, hogy az országnak, Ománnak kell legyen egy nagy mecsetje, és 94-ben hozzá is láttak a megépítéshez, hatalmas mecset készült el. 6 évbe került, amíg teljesen megépítették, és tényleg hatalmas dimenziói vannak, de a leghíresebb az egyik szőnyeg, ami a fő épületben található, ugyanis 1 milliárd 700 millió csomóból áll, és ezt teljesen kézzel szőtték, ezt a szőnyeget kézzel készítették el. Ez 4 évbe került, szóval tényleg azért egy ekkora szőnyeget nem olyan könnyű és nem olyan kevés időbe telik, amíg elkészítik. Szóval ez a hatalmas szőnyeg szintén világrekorder volt, amíg meg nem előzte a Sheikh Zayed nagymecset szőnyege, ez Abu Dhabiban található. Érdekesség egyébként, hogy amikor azt a vlogot elkészítettem, akkor nem is tudtam arról, hogy ott található ez a világrekorder szőnyeg. 21 tonnás ez a szőnyeg, és hagyományos perzsa Tabriz, Kashan, valamint Isfahan stílusban készült el. A mecset 20 ezer hívő befogadására alkalmas, és köré 5 minaretet építettek, a fő minaret 90 méter magas. Egyébként pedig Indiából 300 ezer tonna homokkövet importáltak ide, szóval kőből épült ez a mecset. Nagyon fontos a láb és a váll eltakarása, ez mindúgy férfiakra, mindúgy nőkre igaz. A nőknek viszont a hajukat is el kell takarniuk, tehát hogyha lengébb öltözetbe érkezik ide a turista, akkor lehetősége van egy abáját bérelni, itt így hívják, tehát nem igazán hallottam itt, hogy burkának és hijabnak hívnák, tehát minden arab országban vannak különböző kifejezések, ezt is hozzá kell tenni. Szóval egy ilyen abája 2,5 riálba kerül, ez csupán a bérleti díj, ezt a mecset bejáratánál ki lehet bérelni. Na hát menjünk is be és nézzük meg közelebbről. Rengeteg a turista, ez azért is van, mert csak is reggel 8-tól délelőtt 11-ig van nyitva a nem muszlim látogatók számára a mecset, szóval összetömörülnek a turisták. Lehet túravezetőt is fizetni, aki mesél a mecset történelméről. Ilyen csoportos túravezetésre is van lehetőség. Mármint csoportos túravezetéshez csatlakoznám, úgyhogy mi vezetjük a túrát. Ha már amennyi információnak már utána néztem, akár én is mesélhetnék pár dolgot. Nyilván nem annyira részletesen. Ez még csak egy melléképület. Ez nem a mecset főépülete. Igazából azért szeretem a bevezetőt kint megcsinálni, és utána nem sokat beszélni, mert így talán jobban is élvezitek a látványt, ha nem karatyolok közben, valamint azért így ilyen helyeken nem túlságosan ajánlott hangosan beszélni. Úgyhogy próbálok itt suttogni a kamerába. Itt nincs túl sok látnivaló. Cipőt, papucsot le kell venni, ez a szabály. Thank you.
那边走。这里鞋在这里。接了。他刚刚给我收板的钱。Nein, nein, nein, nicht. Das war schon ein Buiwutschlag, eine Fall. Das war's dann. Ich kann es. Ja, please. Das ist der Hofmahlzeit. Oh, das ist wohl huge. Ja. Und like cool. Oh, thank you, yeah. Érdemes külön megfigyelni a csillárt, 14 méter magas, és a világ legnagyobb csillárja volt, amíg ezt is rendgyűrte a Sheikh Zayed mecsetben található csillár. Abu Dhabi ebben is megelőzte Maszkatot. 8,5 tonnás és 600 ezer kristályból van kirakva. Fenomenális. Ezt a tömeget nézzétek meg. Talán a római Szent Péter bazilikában láttam ennyi embert leutoljára.
Ez volt tehát a vlog a Qaboos Szultán nagymecsetről. Remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha ez így van, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha ezt még nem tettétek meg. Nagyon fontos megnyomni a csengő gombot, ugyanis így biztos értesültök már az új tartalmakról. Legyen szép napotok, sziasztok!